köszöntöm Önöket, Önök a Mozaikot, Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosának programajánlóját látják itt a Pécs TV-ben. A Kaleidoszkóp Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje. Most Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosában, az Ifjúsági Házban, október 12-től 17-ig. A versfesztivál, mármint a Kaleidoszkóp Versfesztivál, a Magyar Versmondók Egyesületének szervezésében már 12 éve zajlik, ez a 12. pontosabban mondva. Ezúttal először vidéken, vagy hát nem Budapesten, korábban mindig a Merlin Színház adott otthont ennek a rendezvénynek. Ez minden, ami vers szó szerint, minden énekelve, prózában, szavalva, színházi előadásként írva, ugyanis nagyon fontos üzenete ilyenkor a fesztiválnak, hogy verses kötetet jelentett meg minden évben beérkezett pályaművekből, fiatal, kezdő versírással foglalkozó alkotók munkáiból. Reméljük, hogy minél szélesebb közönség vesz részt majd, és minél szélesebb korosztály. Elsősorban természetesen a fiatalokra számítunk, az esti koncertek is leginkább rájuk építenek, de olyan akár klasszikusnak tekinthető csemege is várható, mint Gerendás Péter, aki talán egy kicsit idősebb korosztálynak is szóló muzsikával érkezik majd az Ifjúsági Házba, ahol egyébként az egész rendezvény itt Pécset helyszínt kap. Nicolas Fries performanszait nagyon sokan látták már a világon, és természetesen nagyon sokan szeretnék látni. Most Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosában meg is tehetik. Három előadást láthat majd a közönség. Október 16-án a Repülő Gyermek című produkció várja Önöket a Kossuth térre. Napról napra összegyűjtjük Önöknek a legizgalmasabb programokat Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosában. Most a Pécsi Művészetek és Irodalom Házába kalauzoljuk Önöket. Kedden 6 órakor a Kiárat kiadó Narratívák című könyvsorozatának a következő kötetét mutatják be a szerkesztők itt nálunk, a Narratív Teológia című könyvet. Tomka Beáta, a Pécsi Tudományegyetem irodalmi doktori iskolájának a vezetője, illetve Horváth Imre doktorandusz mutatják be ezt a kötetet, hát ez természetesen a bibliai szöveghagyománnyal foglalkozik, mint ahogy ez a címéből is kiderül. Ugyanezen a napon, este 7 órakor egy zongorakoncert is lesz itt nálunk, ami Pécs és Újvidék testvérvárosi kapcsolatának köszönhető, ugyanis Kénka Rita, az Újvidéki Művészeti Akadémia tanára fog fellépni nálunk este 7 órakor. We'll be right back.
Ennyi volt most a mozaik, köszönöm megtisztelő figyelmüket, de legközelebb is tervezzenek velünk, hiszen programajánló minden nap a Pécs TV-ben.